Ebben a videóban azokat a dolgokat fogjuk sorra venni, amiről az ügyfél nem gondolná, hogy benne van az árban. Legyen szó az előzetes feladatokról, vagy éppen a te kiadásaidról. Szóval nézzük ezeket sorra, üdv a királyságban, itt a King of the Layers. Először is azokról a dolgokról ejtsünk szót, amik nincsenek benne az úgynevezett látható munkában. Ezek az előzetes feladatok, amiket az ügyfél sokszor megkérdőjelez, hogyha kész van egy logó másfél óra alatt, akkor miért kerül ennyibe? Nos, attól, hogy másfél óra alatt meg lehet tervezni egy logót, az nem azt jelenti, hogy másfél óra munka volt vele. Ugyanis rengeteg kutatást, utánajárást és előzetes feladatot hoz magával egy logó tervezés. De ez ugyanúgy igaz egy webdesignra is, vagy éppen egy kiadványra. A munka nem ott kezdődik, hogy elindítod a Photoshopot, és ezt mindenképpen tudatni kell az ügyféllel is. A legjobb, hogyha már az árajánlatba is beleépíted ezeket a tételeket, viszont meg kell találni az egyensúlyt, hogy ne egy 32 oldalas monumentális árajánlatot küldj át, és ne is csak egy végösszeget Word Docs-iban a közepén. Van egy grafikus ismerősöm például, aki még azt is beleteszi az árajánlatba, hogy a munka során mennyi áramot fogyaszt el. Ezt egy kicsit már soknak érzem. De mik is ezek a feladatok? Először is a kommunikáció. Beszélgetsz az ügyféllel, levelezel, elmész meetingekre, felteszed a megfelelő kérdéseket. És ha ezek megvannak, akkor utána árajánlatot készítesz. És higgyétek el, az sem 10 perc. Meg kell fogalmazni, hogy mit tartalmaz az árajánlat, hogy pontosan hány verziót adsz le, hány módosítási kör van. Meg kell fogalmazni, hogy az adott munka éppen mit jelent, olyan nyelven, ahogy az ügyfél is megérti. És természetesen még egy timingot is össze kell raknod, hogy mi mikorra lesz kész, és mikor kell éjszakáznod azért, mert az ügyfél igazából nem fog ráérni, hogy 2 hónap múlva kész legyen az anyag, mikor megüresedsz, vagy visszajössz a nyaralásból. Az előzetes feladatoknak van egy kutatás része is. Itt vizsgálod meg, hogy az adott piacon mik a trendek, milyen konvenciók vannak, mi az a keret, amiben dolgoznod kell. Ez azért is fontos, hogy ne csinálj valami nagyon hasonlót, mint ami a konkurenciának van, viszont valami nagyon eltérőt sem, és hogy lásd, hogy mik azok a dolgok, amik működnek, milyen szimbólumokat, milyen jelképrendszert, és milyen dizájnnyelvet használ az adott piac. És ha már megvan az egész piac, akkor jöhet konkrétan a cég, hogy az arcpolitikáját, azt, amit kommunikálni szeretne, azt hogy tudod a legjobban a dizájn nyelvén megfogalmazni. Én például logótervezésben valamiért szeretek visszanyúlni az ókori mitológiába. Ez már több ügyfelet is megijesztett, pedig higgyétek el nekem, hogy itt a nyugati zsidó-keresztény kultúrkörben is abszolút értelmezhetőek ezek a motívumok. Vegyünk is egy példát, ott van Afrodité, aki a görög mitológiában a szerelemnek, a szépségnek és a nőiességnek volt az istene. Rengetegszer ábrázolták őt almával, ezért az alma eléggé összefonódott, mintha a szépségnek és a nőiességnek lenne a jelképe. A Bibliában sem véletlen, hogy egy alma volt az, ami bűnbe csábította Évát. Úgyhogy higgyétek el, hogy a mi kultúránkba elég jól bele tudtuk építeni ezeket a motívumokat. Na de most vissza a munkához. Hogyha megvagyunk az előzetes feladatokkal, illetve a tervezéssel is, akkor ezt prezentálnunk kell valahogy az ügyfélnek, és lehetőség szerint ne egy print screent küldjünk el. Mindig készíts látványterveket, hogyha olyan anyagot készítettél, ami mondjuk háromdimenziós, egy dobozt, vagy egy termékcsomagolást, vagy bármi ilyesmit, akkor mindenképpen használj mockupokat, mert egy kiterített grafikából nem biztos, hogy az ügyfél értelmezni fogja. Úgyhogy a prezentációra is mindig kell időt és energiát hagyni. Azután, ha már mindenki elfogadott mindent, és bevállaltad, akkor kell keresned egy nyomdát, velük fel kell venned a kapcsolatot, hogyha még azt is bevállaltad, akkor el kell menned érte és elszállítanod az anyagokat, de minimum a próbanyomatot meg kell nézned. De nincs ez más, hogy a fejlesztőkkel sem, ugyanis őket is meg kell keresned, velük is kommunikálni kell, briefelni őket és tesztelni az anyagot. Legyen szó egy webdesignról, vagy éppen egy mobilapról, és ez akár több napot, akár még heteket is igénybe vehet, csak a tesztelés része. Szóval ezek azok a láthatatlan feladatok, amik miatt sokalni szokták az ügyfelek az árat. Viszont van egy másik összetevője is ennek, mégpedig a kiadásaink. Vannak olyan dolgok, amiket nem kell havonta kifizetni, csak egyszer kell megvenni, vagy évente kell megvásárolni, vagy több évente, ezért megpróbáltam ezeket a dolgokat úgy körülbelül egy ilyen havi leosztásba egy táblázatot készíteni, hogy havonta milyen kiadásai vannak egy grafikusnak. Nos, mivel számokról van szó, igénybe kell vennem a jegyzeteimet,
Úgyhogy nézzük is sorra. Először is az, hogy számlázni tudjál a Kata révén, ez havonta 50 ezer forint. Aztán kellenek ugyebár programok is. Én személy szerint és a legtöbben az Adobe termékcsaládot használjuk. Ami, hogyha nem valamiféle akcióban fizettél elő, akkor az 20 ezer forint havonta. És ez még csak az Adobe csomag, rengeteg más és egyéb programokat is használnak, hogyha csak azt vesszük, akkor a Sketch, vagy éppen a Protopie, ez éves szinten 28 ezer forint, ami azt jelenti, hogy havi lebontásban 2500 forintot jelent. Az anyagokat fel is kell pakolni valahova, ezért kell egy felhőrendszer. Ezek körülbelül egy gyárban vannak, a Megát és a Dropboxot néztem főleg. Ez havonta 2 terabyte, az 6500 forint. Viszont ezek a dolgok el is kéne fussanak valami, úgyhogy szükség van egy számítógépre. És grafikában vannak bizony eléggé erőforrás igényes feladatok is. Ezért nem lehet egy bármilyen 8000 forintos laptopot megvenni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindenkinek más és más az igénye, más és máson tud dolgozni. Úgyhogy alapvetően én egy ilyen felső-közép kategóriát határoztam meg, ahol úgy idegeskedés nélkül lehet dolgozni, és még nem is Apple termékeket. Szóval egy olyan laptop, ami erre alkalmas, az kb. 500 ezer forint. Ehhez szükség van két monitorra, amiknek jó esetben a darabja 100 ezer forint, egy rajzpadra, ami legyen egy ilyen középszintű 60 ezer forintos, különböző perifériákra, egérre és billentyűzetre, ezt körülbelül egy 15 ezer forintból olcsón ki lehet hozni. Ez összesen 775 ezer forint. Kb. Egy laptop egy olyan 3-4 évig tud kiszolgálni, és könyvelésileg is 33%-os amortizáció van évente, ezért én 3 évvel számoltam, ami azt jelenti, hogy havonta 21.500 forintot kell költeni gépre. De ha már amortizáció és a könyvelésről is szó esett, szükség van egy könyvelőre, ami havonta 15.000 forint. Esetleg kellhet még egy stock előfizetés, ami hogyha Shutterstockot veszünk, akkor 9000 forint havonta, ha van egy saját websájtod, akkor domain és tárhely kb. Egy 1000 forint, ez a legkisebb tétel, de ha szeretnél mondjuk Google termékeket használni, mint Gmailt vagy a naptárat, és a saját e-mail címeddel szeretnéd, akkor szükséged van egy G Suite előfizetése, ami 2500 forint havonta. Viszont senki nem üldögélhet a tudásán, és folyamatosan fejleszteni kell magunkat. Ez azt jelenti, hogy a tananyagot vásárolsz, és vegyük példának a Udemy-t, az 9-től 900 dollárig, tehát hogy igazából egy hatalmas skálán mozognak a Udemy kurzusok. De hogyha egy ilyen közép árat veszünk, az 25 ezer forint így átszámolva, és jó fej leszek, csak olyan fél évente veszel egy ilyet, az 4000 forintot jelent egy hónapban. Szóval akkor számoljunk. A Kata 50000 forint egy hónapban, a könyvelés 15000, Adobe csomag 20000, egy kiegészítő program, egyetlen egyel számolunk, ami igazából teljesen esélytelen, de tehát csak a tegnap én kiegészítőkre és pluginekre, After Effects-hez és Motion Design-hoz 25000 forintot költöttem. Szóval egy kiegészítő program 2500 forint, a Workstation 21500 havonta, a Stock 9000, Website és G Suite 3500, az önfejlesztés pedig 4000 forintba kerül havonta. Ami annyit jelent, hogy összesen egy hónapban körülbelül egy grafikusnak 125500 forintos kiadásai vannak. És akkor vegyük hozzá még az olyan dolgokat, mint hogy lakás 120 ezer forint, ételre kb. 60 ezer forint, néha azért elmenni a burikázni, az 15 ezer, BKV bérlet 10 ezer, néha azért ruhát is kéne venni, az mondjuk 5 ezer forint havonta, félretenni sem hülyeség, ez legyen havonta egy 20-as. Szóval ezt így összeadva azt jelenti, hogy a hónapban 355 ezer forintot kell összeszedned, úgy körülbelül. Szóval van még kedved 30 ezerért logót tervezni?